Ezen a felvételen az látszik, ahogy az autót vezető, akkor 21 éves sofőr driftel autójával. Itt pedig már a mécsesek. A szórakozásból nem sokkal később tragédia lett. A fiú az 56-os számú főúton Szekszel felé haladt, Várdom lakott területét elhagyva gyorshajtott és betonhídnak csapódott. A balesetben az egyik hátsó ülésen utazó 17 éves lánya helyszínen életét vesztette. A szekszeli járásbíróság korábban a vádlottat 3 év fogházbüntetésre és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyészség súlyosítás, a védelem enyhítés miatt fellebbezett. Most az ügy kapcsán másodfokon tartottak nyilvános ülést a szekszárdi törvényszéken. A kiszabott büntetés a középmértékkel egyezik meg. Álláspontunk szerint az ügyészi mértékes indítványa egyező tartalmú súlyosítása indokolt. Egyebekbe helybehagyásra teszek indítványt. Az ügyészség 4 évre emelte volna a kiszabott büntetést. A vádlott ügyvédje azt mondta, a büntetés szerinte megtorló jellegű. Az ügyvéd felhozta azt is, hogy a vádlott és az utasai pszichológiai szándékegységben voltak, azaz biztatták a sofőrt a szágoldásra és a driftelésre, ezzel kockázatot vállaltak. Tisztelt bíróság, ugye a védelmi fellebbezés az enyhébb, elsősorban 2 évet meg nem haladó szabadságvesztés kiszabására és annak a végrehajtásában történő felfüggesztésére irányult, ezt a formában fel is tartom, illetőleg a határozatlan idejű közötti járművezetéstől eltiltás helyett határozott idejű közötti járművezetéstől eltiltás kiszabását kérem a tisztelt törvényszéktől. A vádlott az utolsó szó jogán bocsánatot kért minden hozzátartozótól. Azt mondta, ha tudná, visszacsinálná az egészet. A bíróság rövid szünetet követően ítéletet hozott. Kiirdettem a szekszárdi törvényszék másodfokú eljárásban hozott végzését. Közúti baleset okozásának vétsége miatt ellen indított büntetőügyben a szekszárdi járásbíróság 2024. január 31 napján kihirdetett 31B150/2023/9 számú ítéletét helyben hagyja azzal, hogy a vádlott terhére megállapított bűncselekmény helyes megnevezése közúti baleset okozásának vétsége. Az elsőfokú bíróság 3 év fogházbüntetésről és végleges hatályú közúti járművezetés eltiltásáról szóló ítéletét tehát nem változtatták meg. Az ítélet jogerős.